Egyre jók a mozgások, át is ívelik a hazaiak inkább őket. Vajda tovább, Kis. Hát a hosszúra az nagy passz, és egyenlít a Mezőkövest. Madarász Márk a 13. percben megszerzi a kövesdiek egyenlítő találatát, rögtön az első kaput eltalált kísérletből. Nem tartott sokáig a debreceni előny, Megyeri együttese kapott gólt. Ez egy óriási passz Kistől, nem volt les, Madarász pedig átvétel nélkül, kissé kiszorított helyzetből, de pont Megyeri mozgásával ellentétesen megszerzi mindössze harmadik gólját az NB1-ben. A